Adásunk elején tekintsék meg rövid híreinket. Hajki kisze haj! Kántálja a régi ritmus a télűző mondóka elején. Hagyományos, ez alkalommal is nagyszabású télűző kiszebábégetése készül február 16-án délelőtt a Gönczi Pál Sport és Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárral karöltve. Kilépve az iskola falai közül immár a városban várják a kíváncsi szoboszlóiakat segítségül a tél előzésére. Bővebben olvashatnak a várható eseményről a HVTV Facebook oldalán. Már csak pár napjuk maradt azoknak a diákoknak, fiatal felnőtteknek, akik szeptembertől felsőoktatási intézményben kívánják folytatni tanulmányaikat. Február 15-én ugyanis lezárul a jelentkezési határidő. A felvételin legfeljebb 6 helyet jelölhetnek be a jelentkezők, ebből 3-at díjmentesen. Akik az általános felvételi eljárás keretein belül nem nyernek felvételt, vagy nem is jelentkeznek, azoknak leghamarabb a pótfelvételin, augusztusban lesz lehetőségük bekerülni a kívánt szakra. A betegek puszta kilégzésével is terjedhet az influenza. A vírusok továbbadásához köhögés vagy tüsszögés sem szükséges. Hajdú-Bihar megyében egy hét alatt közel kétszeresére nőtt az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Január 29 és február 4 között több mint 3100-an fordultak orvoshoz. A leggyakrabban az óvodás és az általános iskoláskorú gyerekek betegedtek meg. Még mindig érdemes beadatni az influenza elleni vakcinát az orvosok szerint. A védettség kialakulásához minimum 2 hét szükséges. Nettó 92.000 forintos tájékoztató árat tett közzé a tavaszi árpa és a zab vetőmagok egy tonnájának vonatkozásában a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács. A testület szerint közepes vetőmag keresletre lehet számítani idén a tavaszi kalászosok esetében. A széles körű felmérés után a tájékoztató árral az a célunk, hogy jelzést adjunk a vetőmag szaporítók felé, hogy készleteiket ne árugabonaként, hanem vetőmagként értékesítsék, biztosítva a gazdálkodók számára szükséges mennyiségű vetőmagot. Hangsúlyozta Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség ügyvezető igazgatója. Az idei szezon előtt a szövetség a tavaszi kalászosok másodfokú vetőmagjaira nettó 92.000 forintos tonnánkénti árat tett közzé, amely zsákban, csávázottan, fémzárolva, az eladó telephelyén gépkocsira rakva értendő. Nem fix ár és nem kötött, illetve nem ajánlott ár, a konkrét szerződéses árat a felek maguk határozzák meg. Az évelei időjósló napokról január 26-ai adásunkban beszámoltunk. Akkor ígéretet tettünk arra, hogy figyelemmel kísérjük ezeket. Január 6-án, ha enyhe idő van, hosszú telet jósol. Ezen a napon 2018-ban nem fagyott. Esett az eső, tehát e szerint nem tavaszodik korán. Piroska napján fagyott. Ez szintén azt jelenti, hogy kemény lesz a tél. Mindezekre rácáfol a február 2-ai megfigyelés, miszerint ha a medve kijön a barlangból és meglátja az árnyékát, akkor visszamegy és hosszú tél lesz. Most ezen a napon nem láthatta meg az árnyékát, de ezen a téren van némi gond. Bizonyos helyeken nem vonult téli álomra a medve az enyhe idő miatt. Hogy mi az igazság? Ezt talán senki sem tudja megmondani előre. Minden esetre a mostani tél biztosan zűrzavart okozott a rendszerben.